Hogy köszönjünk be? Na sziasztok, az én nevem Barni, srácok, illetve lányok, a Hasbro-tól kaptam jó pár cuccot. Pontosabban Nerf Nitrókat. Sok Nerf Nitrót. Szerintem a legegyszerűbb megoldás igazából az lenne, hogyha... így vágnánk neki. Ez a legnagyobb, azt hiszem, a Nerfök közül. Nyissuk ki ezt! Wow! Az első kilövőnk egyébként a Flash Fury Chaos névre hallgat. Nézzük meg, hogy ennek a Nerf kilövőnek, ennek a Flash Fury Chaosnak milyen alkatrészei vannak. Van egyszer maga a kilövő, ami nem kicsi. Van egy rámpánk, kettő kis autónk. Van kettő ilyen... hát én nem is tudom, hogy ez mi. Hát majd kiderül. És van... sok akadályunk. Kettő hordó, kettő fekete, ezek gumiabroncsok, és van kettő dobozunk. Jó, rakom a kilövőt. Ezt nem tudom, hogy ezek mik. Mert ebben van egy korong, és kettő rugó. Szóval ennek a korongnak valahogy ki kell onnan jönnie. Szóval ez alatt, hogyha az autó átmegy, akkor elmentek ezek a korongok meg ki fognak pattanni a helyükről. A tudomány lenyűgöző néha. Ki fog jönni az autó innen? A két korong az égbe fog repülni, utána ugratunk, és átugratjuk az akadályokat. Így a? Szerintem ez így nem rossz koncepció. Mert elindul az autó, korongok az égbe, ugrás, és hát remélem, hogy ez így fog működni, nem csak elméletben van így. Na, lássuk, mit tud ez a Nerf Nitro. Egy, kettő... Most úgy néz ki, hogy szerintem kettő akadály sok lesz, úgyhogy ezt az egyiket kivesszük innen. És elméletileg, hogyha most itt elindul, ezt az akadályt, ezt túléli, egyet ugrat, akkor ezeket az akadályokat át fogja tudni ugrani meg. Tuti, én csinálok valamit rosszul. Most vagy soha, gyerekek. 3, 2, 1. Majdnem. Legyen enélkül. Legyen enélkül, lehet kicsit sokat kérek. De én vagyok szerintem kicsit makacs, hogy sokat akarok, hogy még a két korongot lője ki, plusz még ugrasson át az akadályokon. Jó, hát így viszont egyértelmű, hogy megy. Így nem is kicsit repül el messze. A Nerf Nitro Flash Fury Chaos tőlem 4 kis autót kap az 5 kis autóban. Következő! Nerf Nitro Longshot Smash. Nevéből ítélve ezt gondolom métereket fog repülni. Ki repül az utcára? Úgy emlékeztet valamire az illata. Az az érdekes, és ezt szerintem tök jó bennük, hogy az autók azok ilyen szivacsból vannak, szóval véletlenül se tudod magadat megsérteni. Igazából ez hasonló, mint az előző. Mi volt ennek a neve? Nerf Nitro Longshot Smash. Smash! Ennél az akadályok nekem jobban tetszenek, hogy is van kettő hordónk és kettő bójánk. És ehhez is van egy rámpánk. Én viszont a nagyobbik autót fogom most mutatni. Ugyanakkor? Nem, ez testesen. Kicsit jobban izgulok. A lábujjamban érzem a szívem dobverését. Nerf Nitro Longshot Smash. Kezdem megtanulni a neveket egyébként. Ez szerintem nagyon messze fog elrepülni, úgyhogy semmi törékeny nincs arra fele szerintem. 3, 2, 1. Azért repülve sokkal messzebb, véleményem szerint, mert ugye ez lejt, a másik pedig egyenesen lőttek ki a kis autót. Ez viszont, hogyha kilövöd, ez világ végéig elrepül. A Nerf Nitro Longshot Smash tőlem 4,5 kis autót kap. Az 5 kis autóból. Következő termék. Nerf Nitro Throttle Shot Blitz. Blitz, mint villám. Akárhányszor kimondtam a videóban azt, hogy Nerf, figyel egyet a poharatból. Ez van leírás. Lehet, hogy a többi ez is volt. Szabályok. Még több szabály. Az összeshez van egyébként leírás, hogy hogyan kell összerakni őket, illetve hogyan kell használni őket, úgyhogy nem egy túl bonyolult dolog. Ez a kicsi kilövőhöz, ez a Nerf Nit... Ó! Bocsánat, ez így van. Ez tényleg így van. Nem, ez így van. A Nerf Nitro Throttle Shot Blitzhez összesen ennyi cuccot kaptunk.
Négy kilométernek az alján van egy biztosíték egyébként, ami tök jó, mert véletlenül se tudod kilőni az autókat. Szóval magától nem fog kiröppenni, csak akkor, hogyha ez be van nyomva, vagy hogyha ez le van rakva egy helyre. És ilyenkor meghúzod, akkor... Igen, akkor kilövi. Azt inkább nem mutattad meg, hogy itt most milyen világ van. De szerintem egész jó kis kütyük ezek a Nerf Nitro. Köszönöm szépen a Hasbro-nak még egyszer ezeket a kilövőket. Ha lenne egy saját kilövőm, akkor az biztos úgy hívnám, hogy Nerf Nitro. Iratkozz fel!